Vasmegyében eddig leginkább a Falkó és a Körment kosárlabda együtteseinek, valamint a Szombathelyi Haladás labdarúgó csapatának bizonyos mérkőzéseit kezelték a biztonsági szervek kiemelt kockázatuként. Egy új, háromoldalú szerződés értelmében ezt követően a megyei futballbajnokság találkozóira is nagyobb figyelem jut majd. A megállapodásunk arról szól, hogy megyei első, másod és harmadosztályú labdarúgó mérkőzések biztonságát közösen próbáljuk meg garantálni. Ez nem azt jelenti természetesen, hogy Vasmegyében rendkívül komoly gondot okoznak, akár a labdarúgó szövetség megyei igazgatóságának, akár a polgárőrségnek, akár a rendőrségnek a megyei osztályú labdarúgó mérkőzések lebonyolítása. A szerződést a Vasmegyei Rendőrfőkapitányság részéről Tiborcz János dandártábornok, a vasi polgárőrök nevében Krug Gusztáv elnök, míg az MLS helyi igazgatóságának képviseletében Dobán Lajos igazgató írta alá ünnepélyes keretek között. Statisztikailag kimutatható valóban az, hogy a Vasmegyei amatőr bajnokságban a fegyelmi területen pozitív javulás történt. Én azt várom, hogy ettől a pillanattól kezdve ez a statisztika, javuló statisztika még jobban nem fog. Az egyesség leginkább a megelőzésről szól, ugyanis Vasmegyében eddig is kifejezetten ritkán történtek rendbontások labdarúgó mérkőzéseken. A szerződést aláírók abban bíznak, hogy ez a helyzet a továbbiakban sem változik majd.